Az emberiség hirtelen eltűnése alapjaiban változtatná meg bolygónk ökológiai, társadalmi és természeti rendszereit. Az emberi civilizáció nyomai ugyan évezredeken át érzékelhetők lennének, de az élővilág gyorsan elkezdene alkalmazkodni a változó körülményekhez, és az ember által hátrahagyott infrastruktúrákat fokozatosan visszahódítaná a természet. Ebben a fejezetben áttekintjük, hogyan indulná el a bolygó regenerálódása, ha az emberiség hirtelen eltűnne, a természet visszahódítja a városokat. Az emberi jelenlét megszűnésével a városokban a természet gyorsan tért hódítana, az épületek, utak és hidak, amelyek az emberi tevékenység központjai voltak, fokozatosan omladozni kezdenének. Az időjárási tényezők, például az eső és a szél felgyorsítanák a városi infrastruktúra romlását. A növények magvai, amelyeket a szél és az állatok terjesztenek, repedéseken keresztül gyökereznének meg a beton és aszfalt felületeken, a burjánzó növényzet, mint a fák, bokrok és moha idővel teljesen eltakarná az emberi építmények nagy részét. Egy elhagyott város néhány év alatt radikális átalakuláson menne keresztül, a természetes folyamatok, amelyek korábban az emberi beavatkozás miatt visszaszorultak, újra dominánsá válnának. Az utcákon növő fák gyökerei szétfeszítenék az aszfaltot, a tetők beomlanának, és az üvegszerkezetek apró darabokra törnének. Az épületeket benépesítenék a madarak, denevérek és más élőlények, amelyek gyorsan kihasználnák az ember által hátrahagyott menedékeket, az állatvilág alkalmazkodása. Az ember eltűnésével az állatvilág is új lehetőségeket kapna. A városokban élő állatok, például a galambok, patkányok és rókák gyorsan alkalmazkodnának az ember nélküli környezethez, a házi állatok, mint a kutyák és macskák próbálnának túlélni a vadonban, de sokuk nem lenne képes hosszú távon alkalmazkodni az új körülményekhez. Az ősonos állatfajok viszont elkezdenének visszatérni azokra a területekre, ahonnan az emberi tevékenység kiszorította őket, a nagytestű ragadozók, mint a medvék vagy farkasok, újra elfoglalhatnák a városokat körülvevő erdőségeket, az emberi zaj megszűnése tovább segíteni az állatok visszatérését, a madarak, amelyek korábban az állandó zaj miatt más területekre húzódtak, újra meghódítanák a városi környezetet, a rovarok populációja is növekedne, hiszen a vegyszerek és rovarírtók eltűnésével a természetes ökoszisztéma újra egyensúlyba kerülne, az épített környezet változásai. Az ember által létrehozott építmények, mint a felhőkarcolók, gátak és autópályák jelentős átalakuláson mennének keresztül, az acél és betonépületek idővel korróziónak indulnának, és néhány évtizeden belül részben vagy teljesen összeomlanának, a fal és műanyag szerkezetek gyorsabban bomlanának le, különösen nedves és esős éghajlaton, a városok vízelvezető rendszerei karbantartás hiányában eldugulnának, ami árvizeket és mocsarasodást eredményezne, a mezőgazdasági területek szintén gyors változásokon mennének keresztül, a gondozatlan földek elvadulnának, és a termelt növények helyét az őshonos növényzet venné át. A szántóföldeken gyomnövények jelennek meg, majd az évek múlásával ezek a területek ismét az erdők és rétek részévé válnának. Az első néhány évben az ember eltűnése után a természet gyorsan kihasználná az emberi jelenlét megszűnését. A városi és mezőgazdasági területek átalakulása megindulna, és az élővilág lassan visszanyerné korábbi élettereit. Az ökoszisztéma regenerációja azonban nem lenne egyenletes, és az emberi hatások nyomai még hosszú ideig fennmaradnának. Az első fejezet rávilágít arra, hogy az ember eltűnése nem csak a környezet, hanem a bolygó teljes ökológiai rendszere számára is jelentős változásokkal járna. a természeti rendszerek regenerációja az ember eltűnése után. Az ember eltűnését követően a bolygó természeti rendszerei fokozatosan regenerálódnának, az emberi tevékenység hosszú időn át komoly hatással volt az ökoszisztéma egyensúlyára, különösen az erdők, vizek és légkör állapotára. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakulnának át ezek a rendszerek, és milyen mértékben nyerné vissza a természet a korábbi állapotát, az erdők és növényzet újjáéledése. Az ember eltűnésével a világ erdőségei új lehetőségeket kapnának a regenerációra. Azok a területek, amelyeket korábban mezőgazdasági művelésre vagy urbanizációra használtak, visszavadulnának, és az őshonos növényfajok fokozatosan visszatérnének. Az elhagyott szántóföldeken először gyomnövények jelennek meg, amelyek előkészítik a talajt a cserék és fák számára. Az évek múlásával ezek a területek újra erdőségé alakulnának, amely nem csak a biodiverzitásnak, hanem a széndiokszid megkötésének is kedvezne. Az erdőirtás megszűnésével a bolygó zöld területei gyors növekedésnek indulnának. Az Amazonas medence például, amelyet évtizedek óta pusztítanak az emberi tevékenységek, visszanyerhetné eredeti területeinek egy részét, az újraéledő erdők javítanák a levegő minőségét, mivel a növényzet Jelentős mennyiségű széndiokszidot nyelne el a légkörből. Ez a folyamat hozzájárulna az éghajlat stabilizálódásához, bár ez a hatás csak hosszabb időtávon lenne érzékelhető. A folyók, tavak és tengerek az emberi beavatkozás megszűnésével szintén regenerálódni kezdenének. Az ipari szennyezés, a mezőgazdasági vegyszerek és a műanyag hulladékok eltűnése jelentős mértékben javítaná a vízminőséget. Az elhagyott városi és ipari területekről származó szennyvíz kibocsátása leállna, ami lehetővé tenné a vízi ökoszisztémák gyors helyreállását, a tisztább vizek vonzanák a vízi élőlényeket, és a halálományok, amelyek az emberi tevékenység miatt jelentősen csökkentek, újra növekedésnek indulnának. A korallzátonyok, amelyek az elmúlt évtizedekben súlyosan károsodtak a túlhalászás és a szennyezés miatt, regenerálódhatnának, bár a globális felmelegedés hatásai továbbra is befolyásolnák őket. A tengerekben és óceánokban az élelmiszerlánc stabilizálódása idővel lehetővé tenné a nagyobb tengeri emlősök, például bálnák és delfinek populációinak növekedését, az atmoszféra változásai. Az ember eltűnésével megszűnne az üvegházhatású gázok, például a széndiokszid és a metán kibocsátása. Az ipari forradalom óta az emberi tevékenység jelentősen növelte ezeknek a gázoknak a koncentrációját, ami a globális felmelegedés egyik fő oka. Az emberi tevékenység megszűnésével a légkörben lévő széndiokszid szintje fokozatosan csökkenne, ahogy az erdők és óceánok újra nagyobb mennyiséget tudnának megkötni. Az aeroszolok és más légszennyező anyagok, amelyeket gyárak, járművek és egyéb emberi tevékenységek bocsátanak ki, szintén eltűnnének. Ez rövid távon tisztább égboltot eredményezne, és az időjárási rendszerek is stabilizálódnának. Az éghajlatváltozás azonban nem állna meg azonnal, mivel a légkörben már jelenlévő üvegházhatású gázok hatása évtizedekig, sőt évszázadokig érezhető maradna, hosszú távú hatások. A természeti rendszerek regenerációja nem lenne egyenletes. Egyes területek, különösen azok, amelyeket súlyosan érintett az emberi tevékenység, sokkal hosszabb idő alatt nyernék vissza eredeti állapotukat. A talaj, amelyet intenzív mezőgazdaság vagy ipari szennyezés károsított, évtizedekig, sőt évszázadokig igényelni a teljes regenerációhoz szükséges feltételeket, az ember eltűnését követően a természet bizonyítaná alkalmazkodó képességét és erejét. A vizek tisztulása, az erdők újjáéledése és az atmoszféra javulása mind azt mutatná, hogy a bolygó képes helyreállni, ha megfelelő időt és teret kap a regenerációra. Ez a folyamat azonban nem lenne mentes kihívásoktól, mivel az ember által hátrahagyott káros hatások még sokáig jelen lennének. A második fejezet rávilágít arra, hogy bár az ember eltűnése jelentős változásokat idézne elő a természeti rendszerekben, a bolygó hosszú távon képes lenne regenerálódni, a természet ereje és alkalmazkodó képessége újra bizonyítaná, hogy az élet mindig képes alkalmazkodni és megújulni, ha az emberi beavatkozás megszűnik. Az ember eltűnésének hatása az épített környezetre. Az emberi civilizáció nyomai az infrastruktúrák és a városi környezet jelentős átalakulásokon mennének keresztül az ember eltűnését követően, a városok, épületek, utak, hidak, valamint az ipari létesítmények idővel a természet erőinek áldozatává válnának. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogyan omlanának össze az ember által épített rendszerek, és milyen módon venni át ezek helyét a természet, épületek és városok pusztulása. Az emberi tevékenység megszűnésével az épületek gyorsan romlásnak indulnának, az időjárás, különösen a szél, eső, hó és a hőmérsékleti ingadozások jelentősen felgyorsítaná az építmények állapot romlását. Az acél és beton szerkezetek, amelyek korábban az emberi városok szimbólumai voltak, rozdásodnának és repedeznének. A tetőszerkezetek beomlanának, az üvegfelületek pedig apró darabokra törnének, ami fokozatosan a városi építmények teljes összeomlásához vezetne, a városi infrastruktúra, mint például a csatornarendszerek és elektromos hálózatok karbantartás hiány működésképtelenné válnának, a vizelvezető rendszerek eldugulnának, ami gyakori árvizekhez vezetne és a városok egyes részei mocsaras területekké alakulnának, az elhagyott városokat lassan teljesen ellepni a növényzet, és néhány évtized múlva szinte felismerhetetlenné válnának. Utak, hidak és közlekedési rendszerek. Az ember eltűnése után a közlekedési infrastruktúra is gyorsan pusztulásnak indulna. Az utak repedései mentén gyomnövények és fák nőnének, amelyeket a szél és az állatok terjesztenének. Az aszfalt felületek felpuhulnának, majd az időjárás hatására szétmálanának, néhány évtized múlva az utak jelentős része eltűnne, és helyüket erdőségek vagy rétek vennék át. A hidak, amelyek az emberi mérnöki tudomány vívmányai voltak, különösen érzékenyek lennének a romlásra. A korozió az acélhíd szerkezetét gyengítené, még a vízfolyások és árvizek aláásnák az alapokat. A hidak összeomlása a folyók természetes áramlását is helyreállítaná, ami hozzájárulna a vizes élőhelyek regenerációjához. Ipari létesítmények és technológia. Az ipari létesítmények, amelyek az emberi termelés és energiaellátás központjai voltak, szintén az időjárás és a természet erejének áldozataivá válnának. Az olajfinomítók, gyárak és erőművek, amelyek bonyolult technológiákat alkalmaztak, néhány évtizeden belül használhatatlanná válnának. Az ipari területek mentesítése és a talaj regenerációja azonban ennél sokkal hosszabb időt venne igénybe mivel a vegyi szennyeződések lassan bomlanak le, a radioaktív hulladékot tároló létesítmények különösen veszélyes örökséget jelentenének. Az emberi eltűnés után ezek a tárolók felügyelet hiány károsodhatnának, és a környezetbe kerülő anyagok komoly fenyegetést jelentenének az élővilágra. Az ilyen jellegű szennyeződések felszámolása évezredeken át fennmaradó problémát jelentene. A természet lassú térhódítása az épített környezet romlása lehetőséget teremtene a természet számára, hogy visszahódítsa ezeket a területeket, az elhagyott ipari területeken növények kezdenének gyökeret ereszteni, majd évek múlva fák és bokrok vennék át a helyüket. Az egykor sűrűn lakott városok dzsungelszerű erdőségek alakulnának, ahol a vadon élő állatok új életteret találnának, a természet lassú, de biztos térhódítása bizonyítaná, hogy az élet mindig megtalálja a módját a megújulásra, még akkor is, ha a környezetet az emberi civilizáció mélyrehatóan megváltoztatta. A harmadik fejezet bemutatja, hogy az emberi civilizáció által létrehozott, épített környezet nem tudna hosszú távon fennmaradni az emberi jelenlét nélkül. Az épületek, utak és ipari létesítmények gyorsan romlanának, és helyüket a természet venni át. Bár az emberi infrastruktúra maradványai még hosszú időn át láthatóak lennének, végül a természet uralná ezeket a területeket, és újra létrejönne az ökológiai egyensúly. Ez a folyamat nem csak a regenerációt mutatja, hanem azt is, hogy a természet képes túlélni az emberi hatások megszűnését, és visszanyerni eredeti erejét. Az emberi örökség eltűnése, műalkotások és kulturális nyomok, az emberi civilizáció eltűnésével nem csak az épített környezet, hanem az emberi kultúra fizikai megnyilvánulásai is a természet hatása alá kerülnének. A műalkotások, műemlékek és kulturális örökségek az időjárás, az erózió és a biológiai folyamatok következtében lassan eltűnnének. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogyan tűnnének el az emberi kultúra legjelentősebb fizikai nyomai, és hogyan válna a természet részévé az emberi történelem? Műemlékek eróziója. Az emberi civilizáció leghíresebb műemlékei, mint például a gízai piramisok, a kínai nagyfal, vagy az ókori görög templomok, az időjárás és a természet erői ellen nem maradnának fenn az idők végezetéig. A szél, az eső és a hőmérséklet ingadozások fokozatosan erodálnák ezeket a kőből készült szerkezeteket, a moha és az úzmok benépesítenék a felületeiket, míg az időjárási tényezők repedéseket és omlásokat idéznének elő, az olyan építmények, amelyek fémes anyagokat tartalmaznak, például az Eiffel vagy a szabadságszobor, különösen érzékenyek lennének a korrózióra. A rozdásodás és az időjárás hatására ezek a szerkezetek néhány évszázad alatt összeomlanának, bár egyes építmények maradványai még évezredekig felismerhetők maradnának, az időjárási folyamatok lassan teljesen eltüntetnék azokat, műalkotások és belső terek pusztulása. Az emberiség legértékesebb műalkotásai, festmények, szobrok, kéziratok és építészeti díszek szintén a természet romboló erejének lennének kitéve. A festmények és textíliák, amelyek érzékenyek a nedvességre és a hőingadozásra, néhány évtized alatt megsemmisülnének, különösen karbantartás hiányában, a múzeumokban és galériákban található műalkotások, amelyek az emberi kreativitás csúcsát képviselik, gyorsan elpusztulnának, ahogy a tetőszerkezetek beomlanának és a természet beférkőzne ezekbe az épületekbe, a szobrok valamivel hosszabb ideig fennmaradnának, különösen ha kőből készültek. Azonban a szél és az eső fokozatosan elkoptatná a részleteket, míg az időjárás szélsőségei repedéseket idéznének elő bennük, a bronzból és más fémekből készült szobrok korrózió hatására szintén gyorsan megsemmisülnének az emberi kultúra digitális öröksége. A XXI. század egyik legnagyobb kihívása az emberiség digitális örökségének megőrzése. Az ember eltűnésével a digitális adathordozók, mint például merevlemezek, optikai lemezek és szerverek, gyorsan használhatatlanná válnának. A nedvesség, a hőmérséklet ingadozás és az idő előre haladtával jelentkező fizikai romlás miatt ezek az adathordozók elveszítenék tartalmukat. Az internet, amely az emberi tudás egyik legnagyobb tárháza néhány éven belül teljesen eltűnne, az elektromos hálózatok és a szerverközpontok működésének megszűnése miatt az online tartalmak elérhetetlené válnának. Az írásos örökség, amely könyvek, kéziratok és dokumentumok formájában maradt fenn, szintén sérülékeny lenne, a papír alapú anyagok nedves, párás környezetben néhány évtized alatt lebomlanának, míg a digitális adatok örökre elvesznének a természet részévé váló emberi kultúra. Az ember eltűnésével a természet lassan elnyelni az emberi kultúra fizikai maradványait. Az elhagyott városok és műemlékek, amelyeket korábban az emberi történelem és kultúra szimbólumainak tekintettek, végül a természet szerves részévé válnának. A műemlékek helyén erdők és rétek alakulnának ki, a műalkotások helyét pedig az újonnan megjelenő növény és állatvilág foglalná el. Következtetések a negyedik fejezet rávilágít arra, hogy az emberi kultúra fizikai megnyilvánulásai bármilyen tartósnak is tűnjenek, nem lennének képesek ellenállni az időjárás és a természet erőinek az ember eltűnése után, a műemlékek és műalkotások lassan, de biztosan elpusztulnának, és a természet visszahódítaná az emberi történelem által meghatározott területeket, az emberi örökség így végül az idő múlásával eltűnne. És a bolygó egy új természet által uralt korszakba lépne. Az ökoszisztéma újjászületése a természet új egyensúlya. Az emberi tevékenység megszűnése nem csak a környezet regenerációját tenné lehetővé, hanem a természet egy új, kiegyensúlyozott állapotát is elhozná. Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakulna ki a bolygón egy harmonikus, fenntartható ökoszisztéma az emberi jelenlét teljes hiányában, a biodiverzitás növekedése, az emberi eltűnést követően az élővilág fokozatosan visszanyerni a sokféleségét, az olyan fajok, amelyek az emberi tevékenység miatt veszélyeztetetté váltak vagy kihaltak, új esélyt kapnának, a természetes élőhelyek regenerációja újra lehetővé tenni a fajok közötti kölcsönhatások helyreállását, a ragadozók, mint például a farkasok, tigrisek és medvék újra elfoglalhatnák azokat a területeket, amelyeket korábban az ember kiszorított, az élelmiszerlent stabilizálódása miatt a növényevő fajok populációja is egészséges egyensúlyba kerülne, az erdők, rétek és vizes élőhelyek helyreállítása tovább ösztönözné a biodiverzitás növekedését, ami egy erős és önfenntartó ökoszisztémát eredményezne, az ökológiai egyensúly helyreállása. Az emberi jelenlét megszűnése nem csak az élővilág sokféleségét növelni, hanem az ökológiai rendszerek közötti egyensúlyt is helyreállítaná. Az éghajlat változásának üteme lelassulna, mivel a szén-dioxid kibocsátás megszűnése csökkenteni az üvegházhatású gázok légköri koncentrációját, bár a globális felmelegedés hatásai továbbra is érzékelhetők lennének, az ökoszisztéma alkalmazkodó képessége hosszú távon mérsékelni ezeket a hatásokat. A növény és állatvilág természetes dinamizmusa újra dominánsá válna, lehetővé téve, hogy az élőlények közötti kapcsolatok ismét harmonikussá váljanak, az ökológiai főkék betöltése és az élelmiszerlánc stabilizálódása a természetes rendszerek egészségét és ellenálló képességét növelni, új életerek kialakulása, az ember által hátrahagyott területeken, mint például az elhagyott városok és ipari létesítmények, teljesen új élőhelyek jönnének létre, az épületek romjai, amelyek korábban a civilizáció szimbólumai voltak, menedéket nyújtanának a vadon élő állatok számára, a magas fű, cserék és fák fokozatosan betöltenék az üresen álló építményeket, miközben az emberi infrastruktúrák lassan a földdel válnának egyenlővé. A természetes vizes élőhelyek, amelyek az emberi vízgazdálkodás miatt eltűntek vagy visszaszorultak, újraélednének, a gátak leomlása és a vízfolyások természetes medrének helyreállítása, a mocsarak, tavak és folyók regenerációját eredményezni. Ezek az új élőhelyek számtalan faj számára biztosítanának otthont, miközben az egész ökoszisztéma szerves részévé válnának. Az emberi hatások elhalványulása az emberi civilizáció által okozott változások bár tartósak, idővel egyre kevésbé lennének érzékelhetők. A légszennyezés megszűnése, a vizek tisztulása és a föld regenerációja mind arra utalna, hogy a bolygó képes alkalmazkodni az emberi hatások megszűnéséhez. Az ipari szennyeződések és a mezőgazdasági területek átalakulása azonban hosszabb időt venne igénybe, mivel ezek az emberi jelenlét legjelentősebb negatív következményei közé tartoznak: az emberi örökség maradványai, például az épített környezet és a kulturális nyomok idővel eltűnnének, és a bolygó egy természet által uralt korszakba lépne. Ez a folyamat nem csak a regenerációt, hanem az ökoszisztéma rugalmasságát és alkalmazkodó képességét is bizonyítaná. Az ötödik fejezet rávilágít arra, hogy az emberi eltűnés nem csak a természet regenerációját tenné lehetővé, hanem egy új, harmonikus ökoszisztéma kialakulását is elősegíteni. Az ember által hátrahagyott nyomók lassan eltűnnének, és a természet ismét egyensúlyba kerülne. Ez a folyamat nem csak a bolygó ellenálló képességét mutatja meg, hanem azt is, hogy az élet mindig képes alkalmazkodni és megújulni. Az ember eltűnése után a Föld egy új, természet által irányított korszakba lépne, amelyben az ökológiai egyensúly ismét helyreállna. Köszönöm a figyelmed! Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni a munkám, ne felejts el feliratkozni, lájkolni, és fontold meg a csatornatagságot is. Ezekkel a kis lépésekkel te is hozzájárulsz ahhoz, hogy több hasonló tartalom születhessen. Kérlek, tekints meg a kófi linket a videó leírásában. Köszönöm a támogatásod!